A fejlett európai országokhoz hasonlóan Magyarország számára is az egyik legnagyobb demográfiai kihívás a társadalom öregedése, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal 2015-ben publikált elemzéséből. A tartósan alacsony termékenységgel és a várható élettartam emelkedésével csökken a gyermekkorúak aránya, az idősebb korosztályoké azonban emelkedik, így a csökkenő arányú aktív korosztályokra jelentős eltartási teher nehezedik. A 14 éves és ennél fiatalabb népességre jutó 65 évesek és annál idősebbek arányát mutató öregedési index 2012 óta minden évben növekszik, tavaly például 100 fiatalkorúra nagyjából 126 idős jutott. Az eltartottsági ráta szintén emelkedő adatai szerint az elmúlt 4 évben a gyerekek és az időskorúak eltartása egyre növekvő terhet jelent a munkavállalási korú népességnek. Sajnos a társadalom bizonyos vonatkozásokban, társadalomban megjelent már az úgynevezett ageizmus. Ez egy szakkifejezés. Az emberek bizonyos csoportjai, rétegei negatív attitűdjei az idősekkel szemben csak azért, mert idősek. Magyarul tehát például a fiatal nem szereti az idős embert, mert elveszi elől a munkát. És sok hasonló egyéb ilyen megnyilatkozása is vannak a társadalomnak. Nem azt mondom, hogy a társadalom idős ellenes, de mindenképpen vannak ilyenfajta jellegzetességei. A szakember szerint egyre több a beteg idős ember, ellátásuk bizonyos feladatait pedig egyre inkább a szociális ellátórendszer veszi át, az amúgy is leterhelt egészségügytől. Az ágazatban dolgozó szociális munkások, ápolók és pszichológusok idős ellátási munkáját nagyban segítik az internet és számítógép alapú rendszerek. Ezeken a területeken is megjelenik ma már az a fajta modern technológia, amely ha nem is váltja ki a szükséges munkaerőt, de segíti a munkájukat. Mire gondolok? Ugye nemrégen zajlott le Magyarországon egy úgynevezett INDA projekt, ez a Interprofessionális Nemzeti Demencia Alapprogram, és annak a keretében már lehetett találkozni olyan fejlesztésekkel, amelyet nem csak számítógépeken, hanem mobileszközökön is lehet futtatni, és például amelyek alkalmasak arra, hogy előre jelezzék például a demenciának a bekövetkeztetés, vagy enyhefokú demenciának a jelenlétét, és léteznek olyan úgynevezett állapotfelmérő eszközök, ez jelenti a fizikai aktivitást, a mentális, a pszichés állapotot, amelyek ma már léteznek, sajnos magyarul még nem, de angol nyelven léteznek a legkülönfélebb platformokra. A szociális szakemberek számára szervezett konferencián az öregedéssel kapcsolatos témákról, így a mértékletes táplálkozásról, a társas kapcsolatok jelentőségéről, illetve az időskorban jellemző megbetegedésekről tartottak szemináriumokat a meghívott előadók.